Legutóbb 2019-ben rendezték meg a megyei Prima díjat. Akkor a három fő elismerést Balázs Tibor építész, Balog Géza újságíró és Szepesi Béla grafikus művész vehette át. Immár 15 éve díjazzák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azokat, akik saját területükön maradandót alkotnak. Legyen szó akár tudományról, a kultúráról, építészetről vagy sportról. Számos ajánlást kapott a VOSZ megyei szervezete idén is, amelyet kategóriánként egy-egy jelöltre szűkítettek. Közülük kerül ki alig több mint egy hónap múlva három Prima díjazott. Különböző szervezetektől, intézményektől, művészektől kértünk be jelöléseket. Itt megemlíteném az egyetemet, a könyvtárat, a megyét, a várost, a kormányhivatalt, a sportcentrumot, a színházat, hagyna soroljon végig, aztán a VOSZ elnökség is jelöl, és a társadalmi kuratórium tagjai is jelölnek, ahol 14 ember van ebben a kuratóriumban. Nagyon bőséges volt a választék, mindenes évben azt hiszük, hogy nehéz lesz találni, nem, nagyon sok jelöltünk volt, volt olyan kategória, ahol 6 jelöltünk volt, több kategóriában is 3-4, úgyhogy a kuratóriumnak a döntése, amíg elkészült vagy létrejött, az eléggé nehézkes volt. Az idei Prima gálának a korábbi évekhez hasonlóan a megyeháza díszterme ad helyet. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke szerint mind a gála, mind pedig a Prima díj különleges nívóval rendelkezik. Már magukban a jelölésekben is azt köszönt vissza, hogy valóban olyan emberek kaptak még csak jelöléseket is, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már nagyon sokat letettek az asztalra azokon a területeken, amelyeken ők dolgoznak és végzik a napi munkájukat. De ugye minden jelöltből nem lehet természetesen Prima díjas, úgyhogy mi egyrészt nagyon szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki akár csak jelölést is kapott, azt a munkát, amelyet végeztek, és hát persze külön kiemeljük azokat, akik pedig a külön kategóriákban pedig most ott lesznek majd a Prima jelöltek között, és mi a megyeházán, ahol megrendezésre kerül majd a díjátadó, igyekszünk majd olyan hangulatot teremteni, illetve olyan körülményeket biztosítani, amely méltó ahhoz a teljesítményhez, amelyet ők végeznek nap mint nap. A Prima díjazottak az elismerés mellé egyenként 1 millió forint pénzösszeget is kapnak. Az eseményen ugyanakkor külön díj és az év megyei vállalkozója díjak is gazdára találnak. A jubileumi 15. díjátadót november 19-én rendezik meg, az akkora érvényes járványügyi szabályok betartásával.